képest, ahogy a vírus helyzet engedte, teljesen elégedett vagyok vele. Szerencsére az elején még nagyjából be tudtuk fejezni a szezonunkat, és a válogatott események is meg voltak tartva. Viszont szerencsére a jégkorong már tavasszal a bajnokság befejeződik, ezért annyira nem szólt bele nekünk a vírus. Nyáron tudtuk csinálni a felkészülésünket, már csak augusztusban kezdtük el. Abba se volt szerencsére probléma. Ősszel is tudtuk folytatni rendesen, szerencsére nem volt megállásunk, a bajnokságba se szóltak bele, azt is tudtuk folytatni, ezért én teljesen elégedett vagyok vele. És az eredmények, hiszen azt elmondtad, hogy tudtál végig játszani, de ugye a saját teljesítményed, illetve az eredmények, az hogy sikerült? Válogatott eseményeken nagyon jól szerepeltünk. Az U18-as világbajnokságon szerencsére harmadik helyet tudtunk elérni, ami azt mondom, hogy egy nagyon jó eredmény. Ezen kívül szerencsére volt lehetőségem kijutni az ifjúsági olimpiára, amit 2020-ban Lausanne-ban rendeztek meg. Ott a csapatommal hatodik helyen zártunk, ami nyilván az is egy nagyon jó eredmény, és hatalmas élmény volt oda kijutni. Tervek, álmok az idei évre? Sajnos idén a világbajnokságunk elmaradt, mert a vírus miatt nem lehetett megrendezni. Viszont ezt egy tanuló évnek fogtuk fel, és az edzőink is azt mondták, minden olyan elemre próbáltunk összpontosítani, ami esetleg hiányos volt, vagy fejlesztésre szántunk. Ezért tényleg egy tanuló év volt.